Egy nem titkolt vágyam valósult meg végre. Itt vagyunk a belvárosi katolikus templom, Nádi Boldogasszony templom tornyában, ahol itt van mellettünk a felújított harangrendszer. Négy darab harang látható itt mögöttünk. Mit kell tudni a harangokról? Melyik a legrégebbi? Milyen története van? Tulajdonképpen a egyetlen harang maradt, illetve kettő, egy lélekharang is volt. A legnagyobb harang, amit középen látható, ez tulajdonképpen a legősibb harangja a templomnak, és ez lett aztán kiegészítve másik három haranggal. Természetesen itt a többi többinek névadója is van, ugye a legkisebb, ami a lélekharang, az a Szent József harang, ugye a Szent József harang mindig este szólal meg, amikor a halottakért akkor szoktunk imádkozni. Az alatta lévő harang, két harangrendszer, ez ugye együtt működik, az alatta lévő harang a Boldog Aporvilmos harang, és tulajdonképpen a harmadik a harang, pedig a Nádi Boldogasszonyról elnevezett harang. Melyik mikor szólal meg, és mennyit üt? Tulajdonképpen ha vasárnapot vesszük, akkor ugye az ünnepi misére mindegyik harang megszól, a 10 órási misére, illetve a programozással még meg programórát is kell még cserélnünk, úgyhogy jelen pillanatban a Nádi Boldogasszony harang szól délben, ugyanakkor a nagy harangnak kellene, de a program vezérlése, ami ugye az lent van a sekrestjében, az, mint mondtam, cserére szorul. Úgyhogy egyelőre még csak így, ilyen módon tudunk harangozni. A nagy harang az igazából véve csak vasárnap szól a jelen pillanat, majd ő harangozna egyébként a déli harangszót is. Minden harangnak egyébként szerkezete van. Ugye úgy mondjuk, hogy van a koronája, ez a felső rész. Manapság már ilyen körcsiga formájú megoldásra ugye rögzítik. Régen egész sajátos koronarendszer volt, háromféle korona rendszere van a harangoknak, ezek már a legmodernebb koronarendszerrel szerepelnek. Utána van ugye a harangnak a köpenye, illetve van a harangnak ugye a nyelve. Na most itt a nyelv is egyébként méretét tekintve elég súlyos, ezt már cserélni kellett természetesen többször itt a harangnak a nyelvét is, és tulajdonképpen az óra ütése, ami látható itt oldalt, ezek attól függ a hangja, hogy a harangnak mely pontját érinti. Természetesen egy nagy harangról például három tiszta hangot lehet levenni, ha mondjuk harangjátékot akarnánk ugye csináltatni, akkor itt nagyjából meg is lennének a kellő hangok. A kisebb harangról általában egyet, nagyobbakról kettőt, az egészen nagyról pedig három tiszta hang vehető le, és ebből lehetne esetleg harangjátékot is létrehozni. És hogyan is szólalnak meg? Tehát nem a nyelv mozog? Nem, hanem az egész harangtest mozog. Itt lehet látni egyébként, ez úgymond egy ellensúly. Lent vannak tulajdonképpen a vasmágneses megoldással van, a vasmágnes húz-enged, és tulajdonképpen ezek húzzák, indítják be a harangot. Az egész teljes harang természetesen forog, úgyhogy idővel természetesen a ki is kophat a nyelv, ahova üt, ezért szokták a harangot a koronáról levenni, és akkor fordítanak rajta egyet. Tehát egy harang gyakorlatilag, ha valami nem történik, akkor mire kikoptatja körbe, addig évszázadok telnek el, úgyhogy ezek nagyon stabil dolgok. De talán egy-két dolgot, hogy puskáznom kell, mert minden harangnak van fölirata, csak ugye valamelyikkel latinul van, illetve nehéz körbe járni. Most ugye itt a legnagyobb harangot látva, a átmérője 138 centi, a súlya pedig 1499 kiló. A hangja D hang, Jézus szíve kép díszíti, a fölirata magyarul, ugye Slezák László öntötte Budapesten 1924-ben, és a szöveg pedig rajta, adj békét Uram napjainkban, mert nincs más, aki harcol értünk, ha csak te nem Istenünk.